Jó reggelt! Van vendégünk, mégpedig telefonos. Így van, elmerülünk a tudomány és technika világában Kubatovics Áronnal. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Nos, ami miatt hívtunk téged, hogy van ez a My Puzzle alkalmazás, amivel az űrületbe lehet bennünket kergetni, szerintem Tomit is és engem is. De engem minden ilyen alkalmazással, és nem is értem, hogy hogyan válik egy pillanat alatt infantilissé a teljes magyar lakosság. Nekem is adnak egy részlet. Szóval, hogy vetted a fáradtságot, valószínű, hogy téged is felidegesített ez a dolog, lehet, hogy más szempontból, és írtál egy cikket, egy posztot erről, ami szépen szétrepült a Facebook, és azért bizonyos tekintetben sokan hozzá nem értő módon megfeddik azokat, akik ugye használják ezt a My Puzzle alkalmazást. Neked elhiszem, hogy baj van azzal, hogyha az ilyen alkalmazásokat használjuk. Először is mondd meg, légy szíves, hogy te mivel foglalkozol, hogy nagyjából be tudjuk lőni, hogy honnan jönnek ezek az infok, amiket te összeszedsz, vagy ez az indítatás, hogy te ilyenekkel foglalkozz. Hát igen, szóval köszi ezt a kérdést. Én nem vagyok szakember, IT szakember, vagy IT biztonsági szakember. Ez fontos azért leszögezni, mert vannak igazi IT szakemberek és IT biztonsági szakemberek Magyarországon, és nyilván ők ezt kikérnék maguknak. Én kommunikációval foglalkozom, 10-15 éve dolgozom napi szinten ilyen social media felületeken, többek között, de van például saját szerverem is, tehát hogy azért van közöm az IT-hez, és egyszerűen volt egy pont, amikor én is nagyon fölidegesedtem, amikor már 45. barátom, közeli barátomnál láttam ugyanezt a játékot, és akkor utána mentem. Igen, ez az alkalmazás az, amikor a te egyik fotódból készít egy ilyen stilizált karikatúra-szerű fiatalított, szétfilterezett, nem tudom mit, ilyen grafika-szerű valamit. Egy szebbik énünket igyekszik megmutatni, amik nem vagyunk valójában, viszont ez csak a digitális térben mutat szépnek, mert a valóságban ilyen arcokkal nem találkoznánk. Én ebben azért vélek felfedezni egy ilyen szociális összeomlást az embereknél, hogy már annyira kevés vagyok, hogy valamit mutatni kell magamból, ami nem én vagyok. Igen, hát szociológusok sem vagyunk, ahogy te nem vagy, ugye IT szakember. Én most az vagyok. Szóval, akkor elmondod, hogy ez még jobb fűszer egyébként, hogy nem vagy szakember, vagy nem vagy hivatásos szakember, mert ugye azt jelenti, hogy egy hétköznapi nem szakember is utána tud nézni azoknak az információknak, ami alapján leszűrhető micsoda? Elmondod, hogy te mit csináltál, és mit írtál erről? Vagy körülbelül körvonalazódjon, hogy miről fogunk beszélgetni? Igen, igen. És szerintem ez jó, hogy ezzel kezdünk. Szóval én se csináltam más, mint egyébként bármilyen laikus ember utána tud menni, tehát nem titkos információkat gyűjtöttem. Egyszerűen megnéztem, hogy tehát ugye, hogy működik ez? Ez a Facebookon rá kell kattintani valami linkre, de ez a link ez nem kivisz minket a Facebookról, hanem a Facebookon belül ez egy játék. Igen, nem? De az elkéri bizonyos adatainkat. Nem csak a nevünket, tehát a nevünkhöz akar hozzáférni, meg a profilképünkhöz. Ugye a profilképet alakítja át valamilyen szép, elképzelt képpé, hanem még hozzáfér két dologhoz. Egyrészt a Messenger azonosítónkat kéri el, ami elég fura. Tehát itt ez már nekem egy kérdőjel volt, meg hogy melyik országban lakunk. Aha. És akkor itt ez kezdett nekem gyanús lenni, jó, mondom, akkor megnézem, hogy ki ez a cég, van valami belinkelt adatvédelmi szabályzat, az egy egyszerű HTML oldal, végigolvastam angol nyelvű, teljesen standard szöveg, nincs benne semmi. Igen, ám, de az egy weboldalra mutat, tehát akkor, ha kitörlöm én a végét, hanem csak a www.valamit megnyitom egy böngészőbe, akkor meg tudom nézni, hogy ki ez a weboldal. Na hát azon láttam, hogy nincsen se csapat, nincs vezető, nincs adószám, nincs cégjegyzékszám, semmi nincsen, tehát ez egy ilyen értelemben nem lehet utána menni, egy darab Gmail-es e-mail cím van, hogyha nekem bármifajta supportra lenne szükségem. Na ekkor már tényleg ideges lettem, és megnéztem, hogy oké, akkor hol van a domain, tehát mikor regisztrálták a domaint, esetleg ki a tulajdonos, ezt nem minden esetben lehet megtudni, akkor fölgyulladt a következő lámpa, hogy hát ez idén júniusi ez a domain bejegyzés, mondom, hát egy startup, oké, lehet, hogy egy teljesen friss startup, de mondjuk a startupoknál azok úgy működnek, hogy rögtön kirakják a csapatot, meg ott van még tanácsadó is, hogy jelezzék, hogy ez egy mennyire komoly társaság gyűjt össze valami újdonság lefejlesztésére. És akkor megnéztem a tárhelyet, a tárhely az már Kínához tartozik. Na, akkor elkezdtem Google-be keresgetni,
és láttam, hogy a cégről nincs semmi, ellenbe kidobott egy másik kínai céget, ugyanilyen név alatt, ahol még kevesebb információ volt kint a weboldalukon. És ezek így összességében olyan csomaggá áll össze, ami összességét, ha tekintjük, akkor gyanús. Ha egyesével nézzük, jó, hát éppen elfelejtették föltüntetni, mi a cégjegyzékszám, vagy oké, kezdő cég, most a domaint most regisztrálták a 3 hónapja. Tehát, hogy egyesével, ha tekintjük, azt lehet mondani, hogy így jó, hát ez véletlen. De összességét nézve ez így gyanús. Én ezért rögtön azt javasoltam, hogy ne adjuk meg, mert nem lehet tudni, hogy mit csinálnak az adatainkkal. A legnagyobb probléma az ezzel, ugye azért is mondta, ívelten be ezt, hogy sokan úgy osztják meg, és úgy frusztrálják a másikat, akik elkövették azt az ezek szerint hibát, hogy rákattintottak erre a játékra, és bele is szálltak a buliba, hogy nem tudják ők nekem megmagyarázni, hogy egyébként mi a veszély. Most mondok egy példát, tehát hogyha lehet, hogy én vagyok a hülye ilyen szempontból, és nem nagyon vigyázok a kiberbiztonsági ügyeimre, de mondjuk, hogy van ez a legenda, ami nem is biztos, hogy legenda, hogy már pedig a mobiltelefon lehallgat bennünket annak azzal a céllal alapvetően, hogy jobban tudják targetálni, hogy mi mit szeretnénk vásárolni. Őszintén szóval engem ez nem zavar. Úgy is ömlenek a reklámok, de legalább így az a makita jön szembe, amit meg akarok venni. Nem tudom, hogy ez így van-e. Tehát ez a része engem, mint alapfelhasználót nem zavar. De akkor megkérdezem, hogy szerinted mi a veszély, vagy mi lehet a veszély abban, hogyha mi belemegyünk egy ilyen meggondolatlan módon egy ilyen játékba? Mi történhet velünk? Először is hadd kezdjem azzal, hogy nem szidom meg, ne szidjuk azokat, akik ezt játszották. Te nem is szidod, mások. Egy kicsit vitriolos volt azért a posztom, annak csak annyi volt a célja, hogy figyelemfelhívó legyen, de igazából nem akarom én hibáztatni azokat, akik ezzel játszanak, vagy korábbiakkal, ez nem az első ilyen, ami végigsöpör a magyar Facebookon, a magyar interneten, rendszeresen van ilyen. Nem is először van az, hogy értetlenül állok a dolog előtt. Igen, így van. Tehát, hogy ilyet, tehát így ne gondolkodjunk másokról, az a feladatunk szerintem minden ilyen esetben, hogy egy kicsit tudatosítsuk a tudatos internet felhasználás, és emiatt is beszélgetünk most erről, szóval ez mindenképpen le akartam szögezni, igazából segíteni kell az embereknek, az átlag felhasználónak, hogy hogyan ismerik fel ezeket, és mit csináljanak. Hogy a kérdésedre válaszoljak, ami úgy hangzott, hogy mi a veszély. Mi a veszély, mert én nem ismertem fel benne. Ugye azt nem vezeted le, azt hiszem, és más sem vezeti le, hogy kedves Szabolcs, hogyha rákattintasz erre, akkor tüdőgyulladást fogsz kapni, most nyilván kisarkítva, hanem hogy mi a baj ezzel? Nem fognak tüdőgyulladást kapni. A veszély az ott van, hogy képződik valahol adat, amire nincs ráhatásunk. És ez az adat, ez rólunk szól. És akkor itt hadd tegyek egy zárójelet, mert mondtad ezt a mobiltelefonos dolgot. Igen. Hogy a mobiltelefon lehallgat minket. Ezt többször kikísérletezték, még tudományos módszerekkel is, és úgy néz ki, hogy ez nem igaz, tehát olyan értelemben nem hallgat le minket a mobiltelefon, hogy utána beadja másnap azokat a termékeket reklámként, amiről te beszélgettél előző nap. Itt egy másik hatás, egy pszichológiai hatás érvényesül, és egy példával tudom legjobban illusztrálni. Én az elmúlt 1-2 évben elkezdtem őszülni, és hirtelen azt vettem észre. Válts munkahelyet! Hogy mindenki őszül körülöttem, hogy a világban rengeteg az ősz ember. Ja, hogy mi van a fókuszod, értem. Így van. Korábban én ezt nem vettem észre. Ugyanez van Ebben van igazság, amikor nekem foltos hajhullásom volt, azonnal kiszúrtam az alopécia eretályás embereket. Ez komolyan. Bocsát, igen, bocs, hogy félbeszakítottalak. Igen, tehát tudom csak ezzel a mobiltelefonos dologgal kapcsolatban mondani, na de mi lehet a veszély? Tehát képződik egy adat rólunk, amire nincs ráhatásunk. Erre még így vonogathatjuk a vállunkat. Igen ám, de kapcsoljuk össze, mert ebből következnek más veszélyek, amik már igazi veszélyek. Szerintem ti is találkoztatok azzal a Facebookon olyan posztokkal, hogy ismerőseitek posztoltak arról, hogy valaki balesetet szenvedett, szerintem te az ismerősöd, kattints ide, és egy ott van egy fotó. Igen, ez üzenetben jött nekem ilyen, igen. Vagy, ezeket nem szabad megnyitni. Ráadásul neked üzenetben jött. De lehet, hogy kaptál olyan e-mailt,
ahol Magyar Posta hív föl. Jaj, hogy nem. Van, hogy SMS kapok arról, hogy a csomagomat át kéne venni, csak előtte adjam meg a számlaszámomat. Így van. Tehát jó, csak nem rendeltem. Ezek az információk, hogy neked mi az e-mail címed, az ismerőseid Facebookját valahogy föltörik, kapsz egy SMS, szóval ezek nem maguktól keletkeznek, ezek az adatbázisok. Ezek mindig adathalászatból következnek, vagy keletkeznek. Tehát a veszély az az, hogy igazából ez a fajta ártalmatlannak tűnő MyPuzzle, ez egy oké, adathalászat, és ez csak az első belépő szintje valami következőnek, ahol már felhasználják ezeket az adatokat. Ezzel megnyitottunk egyébként egy vitafórumot, aminek én nagyon örülök, mert az azt jelenti, hogy gondolkodunk egy bizonyos dologban, tehát megkérdőjelezzük azt, amit nem kéne úgy kezelni, hogy ez természetes módon ne legyen az életünkben. Imi állandó hallgatónk írja, aki egyébként szintén IT közeli szakértő. Azért ez nem szenzáció, ezt írja. Egyrészt minden évnek megvan a felkapott alkalmazása, ami egyértelműen kém alkalmazás, a másik 1000 nem felkapott mellett. Másrészt, aki fent van a Facebookon, azoknak 99%-a nem olvasta a feltételeket, de még annyit sem tud megtenni, hogy a profilját ne tegye teljesen nyitottá. Úgyhogy felesleges pánikot kell tenni, ilyen a magyar kiberbiztonsági tudatosság. Mondja Imi. Iminek teljesen igaza van. Szerintem arról beszélgetünk itt, hogy egy kicsit legyünk tudatosabbak. Az a helyzet, hogy és valószínűleg Imi is ebben meg tud erősíteni, nincs egy olyan lista, amit hogyha én figyelek, és mindig kipipálgatom, akkor én el tudom kerülni ezeket a veszélyes posztokat, SMS-eket, e-maileket, adathalász játékokat. Tehát nincs olyan, amivel így föl tudjam ismerni, ugyanis ezek hónapról hónapra változnak, és tele van velük a Facebook. Mégis azért kell ilyen példákat kivesézni, hogy egy következőnél esetleg kevesebb ember ugorjon be, mert a végén nem ezek az adathalászattal fognak majd szembe jönni velünk, hanem azok, amikor telefonál a bank, hogy jaj, fura adatmozgást érzékeltünk a bankszámláján, odaadnék egy banki IT-s kollégát, aki majd önt elirányítja arról, hogy hogyan lehet egy biztonságos bankszámla számra átutalni azt a pénzt, ami most az ön saját bankszámláján van. Aha. Értek? Ez egy banki csalás, egy telefonos banki csalás, ahol pszichológiai eszközökkel magyar bűnözők 5-ből 4-esettel, ezt tudjuk, ezt ők nyilatkozták. Imi megerősítette, azt mondja, hogy ez a checklist, ez jó ötlet. Ha lenne, szóval, hogy igen, a banki csalások vannak a végén, és a banki csalások is a telefonszámot, az e-mail címet, az adatokat, az valahonnan megszerzik, például úgy, hogy adathalász bűnszervezetek, mondjuk egy nemzetközi bűnszervezet, vagy kínai, vagy távol-keleti, vagy afrikai, teljesen mindegy, nem egy nemzetet akarok kipécézni, hanem hát ilyenek vannak a világban, ezek eladják mondjuk helyi bűnszervezetnek, akik elkezdik ezeket a telefonszámokat végigkívni. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá. És tényleg csak 1000-ből egy jöjjön be, és már a számláról emelik is le a zsét. Sajnos sokkal több, a magyar banki csaló 5-ből 4-et mond, hogy jön be. Nagyon durva. A bank, nagyon durva, tehát 80%, ez nagyon komoly problémával kezdi kinőni itt magát Magyarországon, meg ez egész világon a banki csalások. Viszont az mindenképpen Iminek igaza van, tehát nem kell félni, nem az a cél, nem pánikot kell kelteni, hanem ezekről az esetekről jó, ha tudomást szerez mindenki, és egy kicsit jobban fog talán a jövőben figyelni. A banki csalások azért érdekesek, mert ahogy zárjuk a házunkat, ahogy zárjuk az autót, sőt, biztosítást lehet rájuk kötni, úgy van egy nagy érték általában az emberek, nem tudom, nagy többségének, ami a bankszámláján van, ami lehet, hogy csak 100 000 forintot jelent, de lehet, hogy 5 millió forintot jelent, van valamekkora megtakarítása az emberek egy részének. Azt ugyanúgy védeni kell. Ezért az, hogy a számítógépükön hogyan használják a számítógépüket, az nagyon nem mindegy, mert a magyar bűnözésnek a nagy része áttevődött az internetre. Nem kocsikat lopnak, az nagyon kicsi szelete most már a hazai bűnözésnek, meg nem betörnek, mert annyira sokkal köztéri kamera, hanem macerás is, meg hideg is van. Igen. lépnek át a kibertérbe, én mondjuk nem szeretem ezt a kibertérbe, és mindegy, az internet világában lépnek át, és interneten keresztül zajlik a bűnözések nagy része. Ja, figyelj, akkor most én mindig, bocsáss meg, én mindig megmosolygom az egyik kollégám, aki
Hát én SMS-es, meg háromszoros azonosítással, meg ilyen-olyan beléptető rendszerbe lép be a Gmail-jébe, és mondom, mi van, atomtitkokat őrzöl, vagy mi az, ami miatt? Igen. És én nevetségesnek tartottam ezt eddig. Ez túlzás mondjuk egy hétköznapi embernek a Gmail-jébe SMS és gyakorlatilag biometrikus azonosítással belépni, vagy teljesen retina szkenneres a vagy Gmail. Teljesen helytálló, szerinted? Én azért tartom helytállónak, mert egyre több mindent a telefonunkkor intézünk, és egyre több minden van összekapcsolva a telefonunkkal. Én például a telefonommal tudok most már fizetni bankkártya nélkül. Igen. Tudok utalni, hozzáférek mindenféle fiókjaimhoz a különféle szolgáltatásokon. Ha én a telefont elveszteném, azzal együtt veszteném el, sőt, igen, szóval azzal együtt elveszteném a lakáskulcsomat, a bankszámla fölötti, a bankkártyámat, tehát egy csomó mindent elvesztenék. Igen. De a telefonomban benne van a Gmail hozzáférés is. És ráadásul ez a bizonyos e-mailes szolgáltató, az e-mail címével van az ember legtöbbször regisztrálva különféle oldalakon. Szóval igen, én azt elég fontosnak tartom, hogy a telefonra kell most már nagyon figyelni, hogy azt ne veszítse el senki a buszon és az e-mail fiók. Igen, én pontosan ezért csináltam azt, hogyha, mert előfordulhat, ne legyen, mert akkor egyébként nekem is ez egy érvágás lenne, mert én is minden szinte telefonról intézek, de hogy minden azonosítom, minden kódom, minden nem tudom, nekem ez papíron is föl van írva az összes kivétel nélkül. Bárhol vagyok, hogyha ilyen van, egyből tudjak intézkedni, és egyből be tudjak lépni mindenhová, hogy azonnal az óvintézkedéseket is megtegyem. Főleg amikor a YouTube, ugye, külföldön voltam, nagyon-nagyon fura helyzet volt, hogy egy olyan országban voltunk, ahol nem szerettem volna 25 000 forint per kilobyte vagy bit pénzt kifizetni ugye az adatforgalomért, és be kellett volna lépnem a bankba, de ugye SMS azonosítással volt, vagy nem tudom hogy, és hát nem tudtam igénybe venni, mert hogy mobiltelefonon keresztül tudtam volna jóvá hagyni a belépésemet például a YouTube-ba. És egyszerűen nem tudtam megoldani. Akkor azt leszögezhetjük, hogy ezek az alkalmazások tulajdonképpen tehát, mert ugye amikor elkezdtünk arról beszélni, hogy mi fogunk itt beszélgetni, eszembe jutott, jó, de hát én fenn vagyok a Facebookon, meg fenn vagyok a mindenféle szolgáltatóknak a weboldalain, vagy szolgáltatásain, és így ezzel már azt gondolom, hogy odaadtam minden adatomat, és minden olyan információt, amit el lehet lopni, de igazából alapvetően, ha ezeket használom, nincsen baj, akkor van baj, hogyha megnyitom ezeken az alkalmazásokon keresztül azokat az ajtókat, kapukat, amin hozzá tudnak férni. Ugye jól értelmezem, nagyjából erről van szó. Nagyjából igen, én ezt szívesen pontosítom, ha gondoljátok. Nyugodtan, mert síkhülyék vagyunk hozzá, azt látom. Nem, egyáltalán nem vagytok síkhülyék. Igen, én is megkaptam a posztom alatt kommentbe, hogy de hát ezek úgy is tudnak mindent rólunk, akár a Facebookra utal ilyen, na, hát vagy a Google-ra, vagy bármire. Ezt pontosíthatjuk, nem, igen. Nem tök mindegy, hogy akkor most a MyPuzzle nevű játék is hozzáfér minden adatodhoz. Egyrészt nyilván a MyPuzzle nem fér minden adatunkhoz hozzá, ezt leírtam, hogy pontosan mihez fér hozzá. Viszont a kettőt nem kell összekeverni. A Facebook valóban nagyon-nagyon sok minden adathoz hozzáfér, szinte mindenhez, és az emberek 99%-a valóban nem olvassa el a felhasználási feltételeket, amiben egyébként hát elég sok mindenről lemondunk a Meta, vagyis a Facebook cégének a javára, de ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve bárki, aki a Facebookra föltölt egy játékot, az mind hozzáfér azokhoz az adatokhoz, amihez a Facebook egyébként hozzáfér. Ez az egyik. Tehát ez két különböző dolog. A kínai cég, nevezzük cégnek, az nem fér hozzá a Facebookon tárolt adatainkhoz. Ezért kell neki ilyen adathalászmódszerekkel gyűjteni adatot. Az ajtók kellenek nekik, amin be tudnak jönni. Igen. Másrészt viszont a Facebooknak az adatvédelme elég hiányos volt az elmúlt 5-10 évet tekintve. Elég csak a Cambridge Analytica-ra gondolnunk. Valaki ezt írja kommentben a te posztod alatt egyébként, igen? Igen, tehát elég csak erre gondolni, ahol a Facebook segítségével nagyon jól targetelt politikai hirdetésekkel tudtak
ízlés kérdése, hogy ez most manipulálni a választást, vagy pedig hát egy választási kampányt csinálni csak nagyon sok plusz információ. Ez ízlés kérdése, hogy ki mit gondol erről. Minden esetre az Európai Bizottság is, meg Amerika is, az amerikai hatóságok és a szervek is azt mondták, hogy ezzel manipulálták a választásokat, és a Cambridge Analytica-ból egy botrány lett, és többek között annak hatására a Facebook az utóbbi egy-két évben eléggé megszigorította a belső szabályzatait, illetőleg azt, hogy a felhasználók adataival ők hogyan kereskedhetnek. Erre a kereskedésre majd visszatérhetünk később. Viszont ebből az következik, hogy mikor a Facebook anyacége, a Meta bevezette az új terméket, ez Threadnek hívják, még kell a nevet kóstolgatnom, vagy tanulgatnom, ez ugye a Twitterhez nagyon hasonló, ilyen rövid szöveges üzeneteket lehet posztolni, tehát ez is egy social media felület, a Twitter kihívója, akkor ez a Thread Európában nem kerül bevezetésre. Ugyanis az Európai Bizottság nagyon komoly adatvédelmi aggályokat fogalmazott meg, mert látták, hogy hát milyen belső szabályzatokat akar itt elfogadni, hogyan fognak bánni az európai állampolgárok adataival. És talán egy hete, másfél hete elérhető, amikor nagy nehezen végiggyűrközték egymással azt, hogy az adatokkal a Facebook mit csinálhat. És itt ez nagyon fontos, hogy a Facebook elérhető cég. Neki van székhelye az Európai Unióban, emlékeim szerint egyébként Írországban. Igen, ott van. Ha megsértik az adatvédelmi szabályzatokat, akkor be lehet perelni, sőt kap is büntetéseket az Európai Uniótól. Tehát oké, hogy minden adatunkhoz hozzáfér, de pont az Európai Uniónak egy elég fontos jó téteménye az, hogy nagyon komolyan elkezdett figyelni az Unió, és benne minden tagország arra, hogy mit csinálnak az adatainkkal. Ezért nem mindegy, hogy most a kínai cég kapja meg, vagy egyébként a Facebook hozzáfér. Úgy látom azért, hogy már nem mondod magad szakembernek, de úgy a hétköznapi emberekhez képest az sokkal jobban ki vagy képezve így ezekből az ügyekből, ami az online térben működik. Nem te írtál véletlenül az autentikátoros azonosításról egy posztot, mert nem tudom, nem emlékszem a nevére az embernek, bocsáss meg, amikor az volt, hogy megint így a beléptetéssel kapcsolatban, ez a Google-nek van egy ilyen alkalmazása, hogy azon keresztül érdemes mondjuk biztosítani magunkat, mert ugye rengeteg, most az utóbbi fél évben rengetegen írtak nekem is, meg a falamon is megjelent, hogy feltörték az Instagram fiókomat, ellopták a Facebook oldalamat, ami mondjuk egy vállalkozásnak például nagy érvágás. És hogy mondjuk, vagy te, mint aki ennek utána ment, mondjuk milyen módon érdemes foglalkozni ezzel a bejelentkezési biztonsággal. Például ezzel az autentikátorral érdemes dolgozni? Mert én elkezdtem csak használni, de igazából nem feltétlenül értem, hogy mi történik ott. Nem én írtam, de tök jó, hogy felhoztad, mert ez szerintem a következő lépés. Miről van itt szó? Itt arról van szó, hogy ha én bármilyen felületre regisztrálok, akkor hát lesz egy felhasználó, meg egy jelszavam, körülbelül ehhez vagyunk hozzászokva. A Facebooknál is van egy felhasználó nevem, meg egy jelszavam, és így tudok bejelentkezni, vagy az e-mail címembe, szóval bárhova, a kajarendeléses felületre is, bárhova. Ez azt lehet mondani, hogy ez egy szintje a bejelentkezésnek. Uh-huh. Akkor lesz valami sokkal biztonságosabb, ha két egymástól független szinten is meg kell erősítenem azt, hogy én vagyok. Mit jelent ez, hogy két egymástól független? Mondjuk az első az, hogy van felhasználó nevem meg jelszavam, majd utána kapok egy SMS-t. Az SMS a második, amiben van mondjuk 6 szám, és akkor azt a számot be kell pötyögnöm. Ugye a cég kiküldi az én mobiltelefon számomra, de ha valaki ellopja az én jelszavamat, azzal még nem tud belépni, mert az én mobiltelefonomat is el kéne lopni, tehát fizikailag el kéne lopni az én mobiltelefonomat annak érdekében, hogy hozzáférjen az SMS-hez. Tehát ez jelenti azt, hogy egy második szintje van az autentikációnak. Az autentikáció ugye egy latin szó, az azt jelenti, hogy meggyőződni arról, hogy te ki vagy, nem. Ilyen nagyon azonosítás, körülírom. Mondjuk. Igen. Azonosítás, igen. Tehát akkor, amikor azt mondja a Facebook, hogy kapcsolt be a 2FA-t, tehát 2FA, tehát hogy kétfaktoros azonosítás, igen. Kétfaktoros azonosítás, az erről szól, hogy legyen a jelszó páros mellé egy második
autentikáció, egy második típusú azonosítás. Ez lehet mobiltelefon, ez lehet e-mail, ez sok minden lehet, és az egyik ilyen, ez a bizonyos applikáció, amit te említesz, ez a Google-nek is van ilyen autentikátor programja, de van más is, az Auti nevű is egy megbízható, szintén autentikátor. Tehát ez jelenti, ilyenkor a mobiltelefonot generál 60 másodpercenként egy kódsort, és azt a 60 másodpercenkénti generált kódsort kell beütnöd. Ez egy komolynak tűnik azért, igen. Én ezt ajánlom, ha tegyek itt egy zárójelet, ezek sem szűrik ki 100%-osan. Tehát, jó, de valamennyi biztonságot nyújt, tehát többet, mint hogyha semmi nem lenne. Így van, tehát ez a lényeg, nincs ellophatatlan autó, csak nagyon nehézé lehet tenni az autólopást, hogy ne érje meg ellopni ezt az autót. Nincs betörhetetlen ház, de nagyon nehézé lehet tenni. Ugyanezt van itt is, tehát ez nem azt jelenti, hogy soha nem lehet semmi baj, de nagyon-nagyon macerássá teszi, hogy ennek ellenére ellopják mondjuk a vállalkozás Facebook oldalát, ha van ilyen kétfaktoros autentikációja. Ezt mondd már el nekem, légy szíves, hogyha én egy ilyen autit fölrakok a telefonomra, akkor mi történik egész konkrétan? Hogy igen. Én próbálom fölfogni, tehát hogy van egy ilyen alkalmazásom, akkor az így rácsatlakozik az összes általam használt alkalmazásra, amire van regisztrációm, van belépési kódom és felhasználó nevem, és akkor ő megnehezíti, ha valaki feltörné annak a bejutását az én alkalmazásaimhoz. És akkor én használom mindig az autiról ezt az újra generált percenkénti kódot. Igen, ez úgy működik, hogy elsőre föltelepített, mondjuk a Google autentikátorát, tegyük föl. Okay. Elindítod ezt a programot a telefonodon, okay. És ott nincs még sem, ez tök üres. És azt mondod, hogy te hozzáadsz egy alkalmazást, nyilván csak azokat tudod hozzáadni, akik egymással lebeszélték, tehát hogy a két cég IT szakemberei egymással egyet. Tehát, hogy mondjuk a Google autentikációs alkalmazása esetleg kapcsolatba került a Facebook alkalmazással. Így most van, ilyesmit gondolunk? Oké. Okay. Így van, tudjuk is, hogy ez így van, tehát a Google autentikátornak azt mondta, hogy új alkalmazás hozzávétele, és te a Facebookot akarod fölvenni. Belépsz a Facebookodra, mondjuk a laptopodon vagy a számítógépeden, és ott megkeresed a beállítások között, hogy te hozzá akarsz adni ilyen kétfaktoros azonosítás, a beállítások között ott van. Oké, okay, igen, ez megvan. Akkor emlékeim szerint most tehát az a baj, hogy erre most nem készültem. Én megnyitottam közben. Váratlanul ért a kérdés? De a folyamatot el tudom mondani, hogy valószínűleg ott egy QR kódot fog földobni. Így van. Igen. Képernyőre. Igen, Szabi bólogatott nagyon határozottan, tehát tudta, hogy így van. Jó, akkor jól emlékszem, és a telefonoddal ezt be kell szkennelned, ezt a QR kódot. Igen. Ezzel összekötődik a te Facebookos a regisztrációd a telefonodon lévő Google autentikátorral. Oh, okay. És onnantól kezdve A. megvan a kapcsolat, B. ha jövőben be akarsz lépni a Facebookba, akkor azzal párhuzamosan a bal kezedbe meg kell nyitnod ezt az autentikátort, és ott már lesz egy ilyen alkalmazás, az, hogy Facebook, nekem van vagy 6 vagy 7, nem tudom pontosan mennyi, tehát ott kiválasztom a Facebookot, és azt a 6 darab számsort, amit a telefon éppen abban a 60 másodpercben kiír, az be kell ütnöd még a számítógépeden, hogy belépjél. Hát én nekem biztos elrontottam valamit, most nem menjünk bele ebbe, mert nem ez az iránya a beszélgetésnek, de hogy nekem itt van, le van bontva egyébként általam kezelt oldalhoz is generál számsort, de hogy nekem még soha nem kellett használnom, valamit rosszul csinálhattam, mert ahova be vagyok lépve, mondjuk az otthoni saját laptopomon, ott be vagyok lépve, aztán kész. Tehát, hogy nem léptet ki, és nem kéri, hogy az autentikátort használjam. Tehát nincs minden egyes Facebookos belépésemkor ez az igény. Mondjuk itt a rádióban itt a rádióban mindig be kell ütnöm a jelszavamat, de sose kéri az autentikátort. Szóval, igen, tehát, hogy ha valaki mondjuk csak otthon használja a számítógépét, akkor ez egy jó beállítás. Ha már viszi valahova, vagy akár külföldön, vagy kávézó, nyílt wifi-n szokott, akkor érdemes beállítani magában a Facebookban, hogy nem is a Facebookban, bocsánat, a böngészőben érdemes beállítani, hogy ne jegyezze meg a belépéseket. Mert ezt a böngésző az, aki megjegyzi úgynevezett sessionbe, de ez most már nagyon az IT irányba mennénk el. Tehát azt ott kell módosítani. Aha, és írják egyébként ebben a cikkben, amit nem te írtál, hogy az egész úgy működik helyesen, hogyha mindenből kilépsz, és mindent elfelejtetsz minden, és újra
belépsz, és az autentikátorral dolgozol, és onnantól kezdve ugye alapállásból elindul az autentikátoros élet a Facebookon. A MyPuzzle-os cikkedre visszatérve, hogy azt láttam, hogy 26 ezer megosztás környékén jár, ami hát tényleg tisztességes. Hát a kommentek száma is 300 fölött van. Azt hiszem, hogyha nem írtad volna bele a végére azt, hogy nem kell agyatlanul mindenre rákattintani, vagy valami ilyesmit írtál, akkor nyilván ez hogyha feddő mondat nincs benne, akkor kevesebben osztják meg, de hasznos, hogy megosztották. Most főleg, hogy beszélgetünk erről, számunkra is nyilvánvalóvá vált, hogy érdemes odafigyelni. Azért ilyesmire. A komment szekcióból picit leszűrhető az, hogy nem feltétlenül mindenki akarta megérteni ebben a valódi mondani valót. Igen, és hogy ugye megjelentek ezzel kapcsolatban a te posztod alapján ugye cikkek rendes nagy újságoknak az online felületein, talán a HVG-n is, ebben nem vagyok biztos, hogy mi az utóélete ennek, elismerés övezi ezt az írásodat, hogy de jó, hogy ezt erre valaki fölhívta a figyelmet, vagy vannak azért kekeckedő, akadékoskodó, okoskodók? Figyelj, nyilván vannak, hiszen sokfélék vagyunk. Magyarok vagyunk. Ez nem is vagyok benne biztos, hogy ez magyar jelenség. Ez emberi, igen. Tehát, van ilyen is olyan, és azért az emberek többsége egyébként örül neki, meg fontosnak tartja. Igazából én ezt a részét ilyen 5 perc hírnévnek gondolom, tehát nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Azt tök fontosnak tartom, hogy minél több ember találkozzon akár egy ilyen esetleírással, mert ha legközelebb egy hasonlóval találkozik, arra ugyanígy nem lehet majd ráhúzni pont ugyanezeket, de hát, ha kigyullad a fejében a vészcsengő, hogy biztos, hogy én azt akarom, hogy hozzáférjenek a telefonszámomhoz, vagy hozzáférjenek a nem tudom milyen adatomhoz. Tehát, hogy szerintem fontos ilyen értelemben a tudatosságot növelni, ami viszont nagyon érdekes volt, hogy tegnap a Nemzeti Kibervédelmi Intézet osztotta meg lényegében a posztomat. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet az egy állami, biztos, hogy intézmény, de nem tudom, lehet, hogy hatóság is, aha, de intézménynek biztos, hogy állami intézmény, ők kifejezetten IT biztonsággal foglalkoznak, és nyilván van nekik ilyen oktatás, képzés tevékenységük is, van podcastjuk is, de ők tényleg monitorozzák a magyar internetet, rendszeresen kiadnak riportokat, felhívják a figyelmet a különféle veszélyekre, szóval ott igazi szakemberek dolgoznak, és ők is megosztották a posztot. Ez jó. Ezen jót nevettem. Főleg akkor, hogyha mondjuk hatóság is, mert Magyarországon azért van egy ilyen mélyen ülő frusztráltság a hivatalos szervek legmélyén, vagy akár a felszínen is, hogyha valaki kívülről nem az ő részükről felhívja egy ilyesmire a figyelmet, akkor ugye karbatett kezű óvodásként fordulnak a fal felé és duzzognak, hogy már pedig ezt nem mi jöttünk rá, hiszen nekünk lenne a dolgunk, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy hát kedves uram, köszönjük szépen a segítséget. Emlékszel biztos, amikor a Telekomhoz bebattyogott egy IT szakember, hogy talált egy biztonsági részt a Telekomnak a rendszerében, és el is vitték a rendőrök. Tehát elment segíteni. Vagy ott a példája, amikor egy nagyon fiatal srác feltörte az egyik rendszerüket, és akkor megkeresték, és mondták, hogy dolgoználunk. Na, ez a másik példa. Ha én feltörtem volna a Nemzeti Kibervédelmi Intézetet, akkor lehet, hogy Nem hiszem, hogy beszélgetnénk. Róla, hanem igen. Hát vagy egy rövidebb beszélgetésben lennénk, az egy telefonhívás, amit megengednek a fogdáról. Igen. Egy beszélgetés lenne. Az viszont nagyon érdekes, hogy ez a MyPuzzle, ez nem nagyon terjed máshol. Már hogyhogy nem nagyon, ez most inkább Magyarországon? Magyar? Igen, egészen pontosan én azt láttam, hogy ez csak Magyarországon terjed, meg Ukrajnában. És nem véletlenül nem találtam a Google-ben keresve se semmit a cégre, mert hogy senki nem írt róla még soha, szóval amikor a Facebookon kerestem, annak is már elég jól működik a keresője egyébként, akkor kizárólag két ukrán posztot találtam, akik nem ennyire részletesen, mint én, de megpróbáltak ők is valami fajta figyelmeztetést kiadni, hogy az ukrán Facebookozók ne dőljenek be az adathálászatnak. És ennyi, tehát, hogy nem volt róla más információ. Ez csak a Kibervédelmi Intézet védelmében mondom el, hogy ez csak véletlen, hogy mondjuk én voltam az, aki annyira fölidegesítettem magamat, hogy szombaton akkor írtam erről egy posztot. Tehát, hogy így ez elég új,
és eléggé letarolta a magyar Facebookot, és nincs máshol, tehát nem targetálják máshova. Nagyon ez nagyon érdekes, vizsgálandó kérdés egyébként. Szerintem azért, mert mi sokkal sebezhetőbbek vagyunk, pont a naivitásunkból adódóan, meg a rendkívüli mély depresszióból szeretnénk egy szebb arcot visszakapni magunkról, és ezt meglovagolták. Könnyű prélek. Szerinted miért a magyar nemzet a legdepressziósabb a világon? Nem, hát élen járunk. Élen járunk, de szóval nem tudom. Az biztos, hogy... A finnek legalább isznak rendesen. Azok legalább isznak. Az biztos, hogy mondjuk a következő, amit most napok óta szembe jön velem, az az, hogy a magyar kormány 100 000 forintot ad mindenkinek, hogyha kitölti ezt a kérdévet, rákattintasz a kérdévre, és nyilván elkéri a bankszám adataidat, hiszen a magyar kormány akarnak neked 100 000 forintot utalni. Ez most tényleg akarnak nekem utalni? Nem akar a magyar kormány neked 100 000 forint. Ekkora hibát nem követel ez a magyar kormány. Nagyon szép dizájnnal, Budapest látkép, szép nagy fotó, fehér nagy betűkkel, hogy adó visszatérítés 100 000 forint, kattints ide, hogy a magyar kormány küldje. Hát az a helyzet, drága kenyér, erre ezt tudom mondani. Az a helyzet, hogy nem tudom, ugye nyilván, hogy mondjam, szépen lelkes amatőr vagy ugye az IT kérdésben, csak azért ne bántsuk meg az igazi IT-sokat, de hogy eléggé ki vagy képezve, hogy látsz erre bármi esélyt, hogy ez valahogy, vagy hát mi az a módszer, amivel mondjuk edukálni lehet? Hát sajnos ki kell mondjam, hogy van egy bizonyos kör, azért az idősebbek nehezebben veszik fel a ritmust az ilyen biztonsági kérdésekkel kapcsolatban, hogy meglehetősen könnyű prédák, azért azt kimondhatjuk, hogy amikor jön egy ilyen fehér felirat, hogy adó visszatérítés, és már kattint rá, és már adja meg a bankszámla számát, és nem egy, nem kettő ilyen, ahogy te mondod a statisztikát, 5-ből 4 sikeres ilyen akció van, ugye az IT bűnözők részéről. Szerinted van valami olyan irány, amivel ezt az arányt mondjuk meg lehet fordítani, mert azoknak az arányát, akik biztonságosan használják az internetet például? Azért bocsáss meg, mert ide azért bejön a generáció közötti különbség is, tehát hogy itt, amivel lehetne szerintem javítani az arányon, és aztán majd Áron majd így kijavítasz, vagy megerősítesz ebben, az, hogy a fiatalabb generáció azért edukálja legalább családon belül az idősebbeket. Hogy... Ez edukálja, mint felszólító módban mondod, vagy mint kijelentő módban? Mint kijelentő módban, hogy igen. Áron, te jössz. Tehát nem kérem meg őket, hanem tök jó lenne, az nekik természetes lenne. Hát figyeljetek, az, hogy szerintem igazatok van, de tulajdonképpen köszi, nincs igazatok. 7 óra 47 perc, nem sokkal jönnek a hírek. Mert szerintem ez nem generációs kérdés. Én nekem az a tapasztalatom, de ez tök szubjektív, nem végeztem statisztikai felmérés, hogy sem idősek, sem középkorúak, sem fiatalok nincsenek egészen pontosan tisztában, hogy működnek ezek a dolgok, mire figyeljenek, és ennek legfőképp az az oka, hogy nincs egy checklist, nincs egy 10 pont, amit hogyha én mindig betartok, akkor nem fognak hozzám betörni. Tehát ez egyszerűen sajnos nem létezik, havi szinten újabb és újabb fajta próbálkozások, adathalászmódszerek, támadások zajlanak, és nem lehet azt mondani, hogy ha ez egyiket megtanulom, akkor én azzal le vagyok ödve a következő 20 évre. Tehát ez sajnos szerintem nem generációs kérdés. De mégis mit lehet tenni, mert szerintem ez egy tök fontos kérdés, és nincs rá válasz. Olyan válaszom van, hogy én alapelveket tudok mondani, hogyha valami gyanúsan olcsó, gyanúsan jól hangzik, akkor az nem igaz. Nincs olyan, hogy én 80%-kal olcsóbban tudok vásárolni, nem tudom, kriptót, kriptovalutát, aha, vagy 80%-kal olcsóbban tudok venni, nem tudom, valami drága dolgot, ékszert, aranyat. Tehát hogy nem létezik olyan, ott valami turpisság van. Valahol akkor ott engem átakarnak. Nincs olyan, hogy a kormány mindenkinek egységesen 100 000 forintot ad vissza. Volt olyan, hogy adóvisszatérítés jött talán választások előtt, talán volt ilyen emlékeim szerint. Mikor máskor? Igen. Itt nyilván. De azt sem azt jelenti, hogy 100 000 forintot egységesen, és ide kattints el, kedves jó ember, és töltsd ki a Facebookon keresztül a bankszáma adataidat a lejárati dátum és a CVC kóddal együtt. Tehát ilyen nincsen, akkor nyilván a NAV felületére beirányítanak, ott ki kell tölteni valamit, és majd a NAV kiszámolja, hogy mennyi adó visszatérítést kapsz. Nem azt történik, hogy 100 000. Tehát ezek ilyen túl könnyű pénzek, túl csábító ígéret. Ha csábító, akkor az nincs. Az gyanús, igen. Hát az gyanús. Én azért nekem... Ez például az első szabálya. Ja, igen, bocsánat. Igen.
Befejezted, jó. Nekem mindig, én szeretem, hogy vannak civilek, meg szeretem azt, hogy vannak alulról kezdeményező hétköznapi emberek, ez esetben téged is ide sorolnának, akik szakszerűen megírnak egy ilyen posztot, de hogy mondjam, nagy változásokat sajnos azért nagy részben az lenne jó, hogyha fentről, mi ilyenek vagyunk szerintem, az emberek is, meg a magyarok aztán főleg, hogy fentről mondják meg, hogy mi van. Tehát, hogy lenne egy olyan kezdeményezés, hogy a mondjuk a covidos regisztrációmhoz ne az idióta, mi ez, szuverenitási baromságot kelljen az e-mailben olvasnom, hanem kapjak egy 3 pontból álló infografikát, mint nyugdíjas. És azt mondom, kedves hölgyem, kedves uram, felütötte a fejét a kiberbűnözés, oda kell figyelni, ezt és ezt a 3 pontot legyen szíves betartani, ha kérdése van, állunk rendelkezésére. De ilyen nincs. Tehát mi itt belbeszélgetünk erről, nagyon hasznosnak tartom, hogy egyébként felhoztuk ezt a témát, és felhívtunk téged, de sokkal hatékonyabb lenne szerintem, hogyha mondjuk ezeken a becsatornázott e-mail címeken tényleg tök könnyen csimpánzok számára is érthető módon el lenne magyarázva, hogy ön akkor jár a legjobban, hogyha ezt a 3 pontot legalább betartja. Igen, akkor viszont az nem egy érdekmenti vezetésre lenne szükségünk, hanem szakértői kormányra. Ja, bocsánat, valami. Egyetértek veletek, szerintem az államnak ebben van felelőssége. Nyilván az állampolgároknak is van felelőssége, ők tanuljanak, edukálják egymást, stb. Beszélgessenek rádióműsorokban, ad abszurdó erről. Tehát, hogy van felelősség az állampolgároknak, de szerintem van ebben dolga és felelősség az államnak, én ebben tökre egyetértek veled, de hadd folytassak még néhány dologot, amire még érdemes lehet figyelni. Egyet mondtam, hogy ha túl jó igen, jó az ajánlat, akkor az túl rossz, az a legalább másik. Legyen gyanús, igen. Igen. Azért nézzük meg, hogy honnan érkezik az ajánlat, vagy az az e-mail, vagy az SMS, és szokott-e így kommunikálni? Tényleg az van, hogy a Magyar Posta azt mondja, hogy 379 forint 13 fillért kell nekem utalnom azért, hogy a csomagot megkapjam? Tényleg így ilyen szokott lenni az e-mail? Valóban a GRS futár szokott nekem, SMS szokott küldeni a GRS futár, de nem szokott belerakni egy linket, és nem írja oda, hogy erre kattintsak rá. Ez így igaz. Ez így van, így van. Tehát egyszerűen azt tudom mondani, hogy arra, tehát hogy emlékezzen mindenki egy korábbi jó, normális tapasztalatára, hogy tényleg így kommunikálnak a GRS futárok, tényleg ilyen e-mail jött. Mostanában nagyon megy az, hogy a gázszolgáltató nevébe küldenek e-mailt, és azt mondja, hogy fizessen be. Tényleg 3727 forint szokott lenni az én gázszámlám, vagy 20 000? Tehát, hogy így miért küld az MVM 3700 forintról befizetés? Meg a csomagküldéssel kapcsolatban még azért az első kérdés az, hogy várok én egyáltalán csomagot? Idehoznám Sándor Györgynek a szkecsét, amikor oda ment random emberekhez, hogy szevasz, én vagyok az Imre unokahuga. És nem azt kérdezték az emberek, hogy de hát maga férfi, hanem azt, hogy milyen Imrének. Tehát, hogy rossz kérdést teszünk fel. hogy tényleg onnan kapok-e csomagot? Egyébként az e-maileknél érdemes megnézni, hogy honnan érkezett, tehát ki a feladója az e-mailnek. Ott elég sok bűnszervezet nem figyel arra, hogy meghamisítsák a feladót. Sajnos meg lehet hamosítani, ez külön ki szeretném emelni. Tényleg? Egy olyan e-mail címet tudok beilleszteni a név mögé, hogy nem gyanús? Így van, tehát hogy ez technikailag ezt meg lehet csinálni. Hát az gáz. De akkor, amikor ott van, hogy fizess ki, és erre a gombra nyomjál, a gomb mögötti linket, tehát hogy milyen URL-t, milyen linket nyit meg a böngésző, azt nem lehet meghamisítani, ott ők szándékosan egy hamis linket fognak berakni. De mit tudok mondani általánosságban? Azt tudom mondani, hogy akár a banktól így fölhívnak, és te gyanúsnak érzed, akár kapsz egy befizetésről szóló e-mailt, tedd le a telefont, hívd vissza a bankodat. Jó napot kérlek, önök kerestek engem? És azt fogja mondani a bank, hogy igen, mert tényleg azt láttuk, hogy Indonéziában lehúzták a bankkártyáját. Szuper, akkor lehet tovább menni. Vagy e-mailt kapsz arról, hogy fizess be, akkor ne nyomj a gombra, hanem nyisd meg a böngészőben te magad a gázszolgáltatónak a weboldalát, lépj be az ügyfélkapuba, és ha ott van a számla, amit ki kell fizetni, akkor szuper. És akkor nyilván... Akkor örülünk, tehát, hogy hű, de jó. Igen, akkor megjött a havi száma. Tehát, hogy oké, jönnek ezek az automata e-mailek, telefonok, stb. Ne onnan... Tehát, hogy akkor tegyük le a telefont, tegyük el az e-mailt, és indítsuk el mi magunk a folyamatot. Tehát hívjuk vissza például a bankot. Tehát ezt tudom mondani, hogy ez is egy módszer lehet arra, amivel kicsit biztonságosabbá tudjuk tenni
ezt a felületet. Kaptam egyszer olyan telefonhívást, ahol ugyanilyen bankszámlás kamu valami dumával jöttek, és mondtam, hogy de jó, hogy hívsz, építőjük a rendőrségen. Azonnal lerakta. Hát ez működik, okay. Ezt a mondatot ajánlom mindenkinek. Ez jó mondat, én nem tudom, hogy nálatok-e szabad, de ha nem, akkor legfeljebb, hogy utólag kiváljátok itt az élőben, én azért bemondom. Tehát akkor, amikor én azt mondom, hogy a banki csaló maga mondja el, hogy 5-ből 4 alkalommal bejön ez Magyarországon, addig, tehát olyan kidolgozott pszichológiai forgatókönyvvel hívja föl a gyanútlan célszemélyeket. Közben nekem vannak kérdéseim, igen. Ezt ő maga mondja el, ugyanis van egy podcaster, aki konkrétan paprikás krumplit főzött, és közben hívta őt egy banki csaló, és ő bekapcsolta a felvételt, és megvan a podcast felvétel 1 órán keresztül, ahogy ezzel a banki csalóval beszélget. De jó. Azt akartam mondani, hogy biztos, hogy el lehet szórakozni ezekkel, hogyha van az embernek idegrendszere hozzá. Igen, úgy hívják a podcastot, hogy Labor IT, Labor IT. De közben itt a paprikás krumpli a lényeg. Ez jól sikerült? Azt nem volt. Üvegesre pirította a hagymát rendesen. Nem tudom. Erre már nem emlékszem, de mint hogyha mondta volna a végén, hogy megette. Igen? Szóval, hogy ott, hát, hogy ott a banki csaló mondja el, hogy miután már lebuktatja magát a podcaster, és akkor utána beszélgetnek arról, hogy igen, én vagyok a csaló, én pedig a podcaster. Szóval, hogy... Nem mondod. Hogy ilyen, de. Erre fut ki az 1 órás... Nagyon jó. Ez nagyon jó. Igen, tehát tényleg nagyon izgalmas, és ajánlom mindenkinek, és ott mondja el, mert kérdezi a podcaster, hogy oké, és milyen gyakran szokott bejönni ez? Hány ember dől be? És jó, mondja a banki csaló, hogy 5-ből 4. Hát ez a legrémisztőbb információ szinte ebben a mai beszélgetésben szerintem. Figyeljetek, ez tényleg azért rémisztő, és azért fontos erről beszélni, mert itt nem arról van szó sok esetben, hogy levonnak, lehúznak 100 000 forintot. Olyan is előfordul. De itt tényleg az van, hogyha ha ez a csalás sikeres, akkor itt sok millió forintot egy utalással kiutalnak az emberről, az ember számla számáról, adott esetben egy nyugdíjasairól, és ez innentől kezdve ez tényleg húsba vágó, ez ember életeket tud akár tönkretenni, nem véletlenül alakult már ilyen IT-biztonsági szakemberekből most már érdekvédelmi szervezet, és a többek között ennek a szervezetnek a működése is kellett ahhoz, hogy most már biztosítók vállalnak bankszámlára biztosítást. Tehát ahogy tudod biztosítani a házadat... Igen. Hát a hitelbiztosítástól kezdve most már tényleg mindenre. Meg az autódat is, most már a bankszámlára is lehet kötni, és hát ez tök logikus, hát az értékeinket valahogyan meg kell próbálni megvédeni, tehát hogy ez végre nagyon egy fontos lépés, hogy 2023-ban jutott idáig a magyar biztosítási szféra, hogy lehet kötni biztosítást a bank számára. Tehát, hogy na, én csak azt akarom mondani, hogy ezek húsba vágó kérdések. MyPuzzle-ből indul, adathalászatból indul, de ugyanennek a folyamatnak a vége az komoly komoly problémákat okozhat meg, és bűncselekményekhez vezet. Igen, megfejtörést annak, aki után ezt próbálja megoldani. Én azért örülök, hogy erre ilyen bőven ki tudtunk térni, mert hogy ezt az órát tulajdonképpen kidumáltuk, de igen. Még a végére elmondom, hogy Imi szintén reagált, viszont ez egy humoros sztori, de röviden összefoglalta nekünk, hogy nekem volt olyan egy előző munkahelyen, hogy 300 forinttal többet utaltak, és visszakérték utalásban. Az milyen cég? Az utalás. Ez az a cég, ahol fölállok azonnal. Tehát ahol 300 forintot visszakérnek, ott azt mondom, hogy én holnaptól nem jövök, köszi. Hát azt hiszem, hogy az utóbbi idők egyik leghasznosabb beszélgetése volt. Nagyon. Ez a mostani. Az elmúlt 1 órának biztos, hogy a leghasznosabb beszélgetése volt. A mai napnak. Igen. Meg nem biztos. Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és hogy elmondtad ezeket. Egyébként én nem mondtam volna, hogy te nem vagy IT szakember. Tehát, hogy ez alapján a beszélgetés alapján én azt gondolnám, hogy te tökre értesz ehhez, ami az amatőr szinten is történhet ilyen az ember, hogy ért valamihez, de hogy én nem mondtam volna meg azt, hogy neked ez nincs valami iskola mögötte. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Akkor majd a számlát küldöm, jó? Jó, persze. Utalásra fogunk figyelni. Figyelj, amire szükségünk van, a PIN kódjaidat kérjük hozzá, a 2 lépcsős azonosítóidat létsző, csak úgy tudunk utalni, értsd meg. Sajnos. Oké, köszönjük szépen, hogy itt volt, és kellemes ünnepeket. Legjobbakat. Köszi nektek is. Szia. Kubatovics Áronnal beszélgettünk. Hát igen, tartalmasat szerintem. Meg nagyon